Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket Művészterep című műsorunkban. Amint az időpontból láthatják, új időpontot kaptunk, 7:30-kor kezdődik ezentúl mindig hétfő esténként a művészterep. De a mai művészterep nem csak ebben lesz rendhagyó, hanem abban is, hogy nem csak egy vendégem lesz, hanem ő hozta magával tanítványait is, ugyanis elsősorban róluk a tanításról fogunk beszélgetni. Köszöntöm itt körünkben Környei Miklós zenetanárt, akit Szekszárd szerte bizonyára sokan ismernek. A mai beszélgetésünk apropója egy rendezvény, aminek kapcsán a gyerekek is eljöttek ide a stúdiónkba, és zenélni fognak. Pontosan mi ez a rendezvény? Iskolánkban egy regionális gitárversenyt rendezünk ebbe az évbe, március 19-én és 20-án. Ez három megyére van meghirdetve, Somogy, Tolna és Baranya megyére. Általános iskolai gitárverseny lesz. Nos, erről a versenyről a későbbiekben részletesen is fogunk beszélgetni. Előtte azonban hát a művészterep hagyományaihoz híven azt javaslom, hogy egy kicsit beszélgessünk Önről. Méghozzá arról, hogy hogyan került kapcsolatba a tanítással, miért kezdett el annak idején tanítani? Hát én elég régóta játszottam hangszeren, és sok-sok éven keresztül játszottam popzenekarba. És egy idő után úgy éreztem, hogy mondjuk ebből ezeknek a dolgoknak a hangulatából elegem lett, és akkor kezdtem foglalkozni azzal az ötlettel, azzal a gondolattal, hogy miként maradhatnék zene közelbe. És hát ekkor jött ez az ötletem, hogy esetleg megpróbálkoznék a tanítással, tehát a gitár tanításával. És hát akkor a zeneiskola igazgatója, a Néhai Tész László fölvett engem a zeneiskolába gitártanárnak, és ez most már 13 éve, ha jól számolom. Tehát 13 éve csinálom ezt a dolgot a zeneiskolában. Mekkora gyerekeket tanít? Hát a gyerekek azok általában 8 éves korba kerülnek hozzánk a zeneiskolába, és onnét kezdődően a felső korhatár az jelen pillanatban olyan 20 év körül van, tehát gimnazista korú gyerekeket is tanítunk. Egy tanárnak, egy pedagógusnak a pályáján gondolom, hogy mindig az a legnagyobb büszkeség, amikor a gyerekeit látja sok ember előtt szerepelni. Most is ez fog következni. Az egyik kis tanítványát láthatjuk majd, de mondjuk el a nézőknek, hogy nem csak egyedül lesz ő, hanem még 4 gyerek fog összesen játszani a mai műsorunkban. Beszéljünk egy picit arról, hogy most ki következik és mivel. Igen. Kovács Ákos fog gitározni nekünk. Ő a egyes számú általános iskolába jár, 4. osztályos tanuló. Nálam 2 éve gitározik az Ákos, és szeret játszani, gokártozni, ezt mondta, hogy majd ezt mondjuk be róla. Azon kívül ügyes gitáros. Na most, amit most hallunk tőle, 2 darabot fog játszani. Anonymous Buffonen tánc és Nagy Mosóci Summáját írom Eger várának. Ezt a 2 dalt fogja eladni. Kedves nézőink, akkor most következzen Kovács Ákos. Thank you.
Kedves nézőink, Kovács Ákost hallhatták, és továbbra is vendégem itt a stúdióban Környei Miklós, aki az ő tanára. Hogy tetszett Ákos produkciója? Jó, ügyes volt. Az Ákos az egyik versenyzője lesz ennek a versenynek, és hát addig még egy hónapunk van, de egész jó sikerült, és reméljük, hogy azért még jobb is lesz belőle. Hogyha önhöz oda kerül egy gyerek, akkor hogyan kezdi egyáltalán el az egész tanítását? Mik azok az alapok, amiket mindenek előtt meg kell tanuljon? Hát ezzel a témával kapcsolatban írtam én a szakdolgozatomat. Most végeztem el a zeneművészeti főiskolát májusban tavaly. És hát erről én oldalakat írtam. És az az érdekessége a dolognak, hogy amikor ugye az ember összeszedi a gondolatait, akkor szembesül tulajdonképpen a saját módszerével igazából. Na most ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudok egyforma sémát ráhúzni senkire. Tehát tulajdonképpen minden gyerek bizonyos szempontból más, és minden gyerek esetében valamit másképp csinálok. Hát mégis, hogy mivel kezdjük az első órákon, megismerkedünk a hangszerrel, aztán főleg ilyen kis elméleti dolgokat veszünk, és nagyon szép lassan próbálunk muzsikát tanítani, és hát főleg hát a gitár, mint hangszeres játék manuálisan nehéz. Szóval igyekszik az ember megtalálni azt a ritmust, azt a tanítási ritmust, amely mellett nem ijesztjük el a gyereket a hangszertől, mert hát bizony meg kell dolgozni vele. Bárki meg tudja egyébként tanulni, vagy kifejezetten tehetség kell ahhoz, hogy valaki tudjon gitározni? Bizonyos szintig szerintem minden ember, akinek épp 10 ujja van, az meg tud tanulni gitározni, de az, hogy jó legyen, vagy hogy kimagasló legyen, ahhoz mindenképpen szükséges, mint akármi másban, mondjuk a sportban, vagy akármilyen más képzőművészetben, mindenképpen kell egy zene iránti fokozott fogékonyság. Mi a tapasztalata, hogy a gyerekek miért választják ezt a hangszert? Mi tetszik meg benne? Hát ez gyereke válogatja. A legtöbb gyerek, én meg szoktam kérdezni, mikor bejönnek a suliba, hogy na hát akkor te miért gitározol, vagy miért fogsz gitárt tanulni, és hát általában azt mondják, hogy mert hogy az anyuka vagy az apuka ezt szeretné. De van olyan is közöttük, aki határozottan azt mondja, hogy ő neki a gitár tetszik, és ez egy érdekes dolog, mert hát mondjuk, hogyha én magamra visszagondolok, én 14 éves koromban kezdtem a gitár felé orientálódni, úgyhogy nem meglepő. Vagyis hát meglepő az, hogyha mondjuk ilyen fiatalon már gitározni szeretnék. Egyébként hány évesen szokták elkezdeni a gyerekek ezt a hát hangszert? A nagy általánosságban az van, hogy a zeneiskolai gyakorlatunk az 8 éves korba kezdjük el. Előbb is el lehet kezdeni, de hogyha valakivel előbb kezd az ember, az egy egész külön másfajta módszereket igényel, mint amit mondjuk mi a zeneiskolában ezekkel a gyerekekkel már meg tudunk valósítani. Mert hát ezt mondjuk úgy tudnám hasonlítani a dolgot, hogy ugye van az iskola előtt az óvoda. Na most hát valami olyan tanítási rendet kell kialakítani a kicsiknél, ami mondjuk egy ilyen óvodai szintű iskolai előkészítőnek felel meg. Hát ez egy elég nehéz dolog. És mennyire népszerű itt Szekszárdon a gitártanulás? Tehát hány gyerek tanul itt a zeneiskolában gitározni? Hát jelenleg úgy tudom, hogy 80 fő tanul. Jelenleg 4 kolléga, tehát 4-en tanítunk gitárt itt a zeneiskolában, és minden évben túljelentkezés van a hangszerre, úgyhogy 10-15 gyereket el is kell irányítanunk általában más hangszerre, mert olyan sokan jelentkeznek, szóval nagyon népszerű a gitár. Hát ennek örülünk, és nézzük meg ezt a gyakorlatban is, hogy mennyire népszerű, hiszen egy következő kis tanítványa következik, méghozzá kicsoda. Horváth Klári következik. Klári szintén az egyes számú Garai János általános iskolába jár, ő 5. osztályos tanuló az iskolába, nálam 3 éve gitározik, és ezen kívül aerobikra jár, és ezért szokott mindig elkésni gitárórára. Hát akkor következzék, kedves nézőink, Horváth Klári produkciója. Thank you.
Említette, hogy országos, illetve itt Szekszárdon nagyon népszerű a gitározás. Országszerte milyen a tendencia? Tehát ez jellemző a magyarokra, hogy szeretnek gitározni? Hát igen, végül is a Tinódi Lantos Sebestyén is magyar volt, és hát ő már egészen jól játszott a hangszerén. Igen, hát végül is Magyarországon ez egy most már egy eléggé jól tanított hangszer. Ezt azért mondom így, mert hát azért 30 évvel ezelőtt kezdődött körülbelül a gitárnak a zeneiskolai tanítása, ami azért, hogyha a többi hangszert megnézzük, akkor nem egy nagy távlat. És nemzetközi szinten mi jellemzi a magyarokat? Tehát mennyire jobb nálunk a gitártanítás, mint a környező országokban akár, vagy Európában? Hát, hogyha mondjuk a zeneiskolásainkat hasonlítjuk össze a külföld, az általam ismert külföldiekkel, mi jártunk Hollandiába, Németországba, akkor azt kell mondanom, hogy nálunk magasabb szintű mindenképpen az általános iskolai művészeti oktatás, ezen belül természetesen a gitár, mert hát arról van szó. A profi szakmába úgy gondolom, és az a tapasztalatom, hogy a magyar gitárosok nagyon jók, de valami folytán egy picit kimaradtunk az európai gitározásból olyan értelemben, hogy például itt a szomszédos országba, Csehországba jártunk a nyáron fiammal egy ilyen nemzetközi versenyen, és hát ott azért láttuk, hogy micsoda színvonal van. Ugyanazt tudják a magyar gitárosok is, csak az a baj, hogy nagyon kevesen jutnak el oda. Na már most, hogyha valaki nem jut el egy ilyen versenyre, akkor nem tudja, hogy a többiek mit produkálnak. Hát ez ugyanúgy van, mint a sportban, hogy ott kell lenni ahhoz, hogy az ember föl tudjon nőni egy bizonyos feladathoz. Hát akkor maradjunk ennél a bemutatkozásnál. Mennyire van lehetősége itt a megyében, vagy akár országosan a magyar fiataloknak, gitáros fiataloknak a bemutatkozásra? Hát a zeneiskola keretében mi igyekszünk minden hónapban rendezni egy-egy hangversenyt, ahol a gitárosaink fellépnek. Tehát mondjuk a mi növendékeink, azok ezeken a hangversenyeken elég nagy rendszerességgel szerepelnek. Viszont a profi, hogy hívják, gitárosok nem igazából jutnak el Szekszárdra, és hogyha eljutnak, akkor sajnos történik azért olyan, hogy nem igazából megy el rájuk a közönség. Ez tavaly valamikor volt itt egy igazán magas szintű gitárprodukció. A katonatestvérek voltak itt a Művészetek Házában, és nagyon kevesen voltunk. Örülök, csak annyit szeretnék elmondani, hogy Amerikában egy zenei díjat nyertek, és 3 évig szponzorálják őket. Szóval jelenleg ők szerintem a világ egyik legjobb gitárduója. Hát sajnos ezt itt nem sikerült megmutatnunk nekik. Viszont ez a rendezvény valószínűleg előrelépés lesz ebben a dologban, tehát engedi a bemutatkozását nem csak a helyieknek, hanem az ország más pontjairól, illetve a környezetünk, tehát a területileg más pontról érkező gyerekeknek. Igen. Most Magyarországon van egy 3 évenként megrendezésre kerülő országos gitárverseny, Vácot, és mivel hogy mi itt külföldön jártunk, és ott tapasztaltuk azt, hogy például Csehországban évente 3 profi gitárverseny van, nálunk még hát csak 1-2 évente az esztergomi. Ezért gondoltuk, meg hát amikor én beszámoltam a Szili Lajos igazgató úrnak erről, hogy kint hogy megy ez a dolog, akkor ő bogarat ütetett azonnal a fejembe, hogy csináljunk mi egy ilyen kis gitárversenyt itt Szekszárdon. És tulajdonképpen ennek a keretében hoztuk ezt a, tehát ennek az ötletnek az alapján hoztuk össze ezt a gitárversenyt. Na most egész szép számmal jelentkeztek rá a gyerekek, 49 jelentkező van, és 2 napos lesz a versenyünk, gyönyörű szép díjakat lehet majd a győzteseknek nyerni. Ezekről azonban beszéljünk majd egy picit később. Igen. És azt javaslom, hogy most hallgassunk meg egy újabb tanítványt, aki szintén résztvevője lesz majd ennek. Igen. A versenynek. Igen. Kit fogunk hallani? Priskin Zsuzsát halljuk. Zsuzsa szintén az egyes számú iskolába jár, 5. osztályos, Klárinak az osztálytársa, szintén 3 éve gitározik nálam, és ő még igen jó népi táncos is. Amit előad, Néfe Menüet és Caroli Allegretto. Tehát akkor következzék, kedves nézőink, Priskin Zsuzsa.
Ő volt tehát Priskin Zsuzsa, mi pedig folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban Környei Miklóssal, akinek a tanítványait láthatják folyamatosan szerepelni. Még van vissza egy kis tanítvány, de térjünk vissza azért mi arra, amiről beszéltünk, tehát hogy pontosan ez a rendezvény hogy is fog zajlani. Igen. Ez úgy zajlik le, hogy hát pénteken, 19-én találkozunk, akkor jönnek be a gyerekek. Akkor csinálunk egy kis megnyitót, ahol az Oroszi Cili fog gitározni, aki szintén az iskoláknak a növendéke volt. És ezután a megnyitó után bemutatjuk majd a zsűrit, és számot, sorszámot fognak húzni a gyerekek. Na most az első nap az összes korcsoportban, egyébként 8 korcsoport van, le fognak folyni az elődöntők. Ez azt jelenti, hogy egy kötelezően kijelölt számot fognak játszani, és egy szabadon választottat. Na most ez alapján, ezt a zsűri meghallgatja, ez alapján el fogja határozni majd a zsűri, hogy ki az, aki tovább jut ebből a versenyből a döntőbe. A döntőt azt másnap fogjuk rendezni, tehát ugyanígy korcsoportonként, és a döntőbe is 2-2 számot fog minden korcsoportbeli gyerek játszani, és hát ez alapján, az összbenyomás alapján a 3-tagú zsűri, akit majd szeretnék megemlíteni, el fogják dönteni, hogy kik, tehát hogy lesznek a helyezettek. Mik azok a dolgok, nem tudom, hogy laikusok számára is meg lehet egy picit világítani, amit ilyenkor figyel a zsűri? Hát tulajdonképpen nagyon fontos dolog az összbenyomás. Tehát az, ami egy produkció hallatán az emberbe kelt. Tehát ezen kívül természetesen van egy csomó olyan szakmabeli dolog, amit mondjuk hát így ezt nehéz így elmondani, mert hát azt csak szakmaiak tudják. Én azt hiszem, hogy elég az, hogyha mondjuk egy kívülálló úgy figyeli a dolgot, na hát ezt be tudom fogadni, tetszik-e, vagy sem, hát valahogy így. Szóval általában az igazság, hogy észreveszik, tehát a közönség is, aki mondjuk nem zenélek képzett ezen a téren, tehát nem gitáros, az is észreveszi, hogy melyik gitáros jobb. De hát mondjuk a zsűrinek akkor van nehéz dolga, amikor ezek a gitárosok nagyon-nagyon egyformák kezdenek lenni. És akkor szeretném megemlíteni. Igen, éppen erre akartam kérdezni, hogy a zsűrit mondjuk-e? Egy nagyon jó, nagyon híres gitártanár lesz a zsűri elnöke, Róth Ede, aki a Győri Zeneművészeti Főiskolának a tanára. És ő egy nagyon jópofa ember, és kiváló kritikai érzéke van. Eddig én általában őt még nem láttam zsűribe, úgyhogy most kíváncsian várjuk majd, hogy fog a zsűribe dolgozni. Ezen kívül Vas Bence gitártanár lesz itt, aki a Pécsi Zeneművészeti Főiskolának a gitártanára, és Szilvágyi Sándornét, zongora tanárnőt kértük föl még erre a zsűrizésre. Ők hárman fogják eldönteni azt, hogy melyik gitáros lesz a legjobb, aztán a második, meg a harmadik helyezett, mert 3 helyezettünk lesz, tehát az első 3 helyezést fogjuk díjazni. És mindahogy már kezdtem is mondani, szép ajándékokat fogunk a gyerekeknek adni. És az ajándék vásárlásra segítséget kaptunk egy pályázat útján a Városi Önkormányzatnak a művelődési osztályától. És a Karácsony János nevezett úriembertől, aki kecskeméti hangszernagykereskedő, ő felajánlott erre a versenyre nekünk egy Alvaro gitárt, ami egy külön díj lesz majd. Hát reméljük, hogy nagyon jól fog sikerülni ez a rendezvény, és egy újabb résztvevőt mutatunk be itt a stúdióban, aki szintén az ön tanítványa. Igen, Simon Edith fog gitározni nekünk. Edith a 4-es számú DNS Valéria általános iskolába jár, 6. osztályos, nálam 3 éve gitározik, és amit hallani fogunk tőle, Carcassi Pastoral és Lambert Puré című darabjai. Kedves nézőink, akkor hallgassuk meg Simon Edithet.
Műsorunk eredeti vonalához igazodva térjünk egy picit vissza önhöz, és ahhoz, hogy mennyire lehet művészi szinten művelni a gitározást a tanítás mellett. Tehát ön gitárművész is egyben. Mennyire tudja a saját pályáját egyengetni amellett, hogy elsősorban a gyerekekkel foglalkozik? Igen. Na most én nem vallom művésznek magamat, annak ellenére, hogy mondjuk megszereztem a zeneművészeti főiskolán a tanári diplomát. Én egy picit későn kezdtem el a gitározást ahhoz, hogy mondjuk művész lehessek, és egészen más műfajból indultam, tehát popzenéből. Úgyhogy én a mai napig, ha egyedül vagyok a színpadon, mert hát a gitár, mondjuk szóló gitár, az ugye szólisztikus hangszer, igazából nem érzem jól magam egyedül a színpadon, én zenekarhoz vagyok szokva, és az nekem egészen más. Tehát azt szeretnék, úgy szeretnék muzsikálni. Vannak elképzeléseim, hogy esetleg valamit létrehozok, de ez elég nehezen akar összeállni. Viszont szólistaként nem szívesen, semmiképpen nem szívesen. Szerepelgetek időnként, hogyha nagyon muszáj, de nem szeretem. Nekem túl nagy rizikó az. Azért maradjunk egy picit még a művészi szintnél. A gyerekeknek mennyit kellene ahhoz még tanulniuk, gyakorolniuk, hogy önmagukat már művésznek, gitárművésznek minősíthessék? Igen, hát azt hiszem, hogy a hivatalos útja ennek az, hogy hát mondjuk 6 évig tanul az ember egy általános iskolába, utána 4 évig szakközépbe, aztán még 6 évet tanulhat, úgyhogy mondjuk 4 évig jár főiskolára, és 2 évig még akadémiára. És hát természetesen ezután is még tanulhat az ember, úgyhogy azt tudnám mondani a kérdésre, hogy jó pap holtig tanul, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy meddig kell tanulni, sokáig. Minden esetre reméljük, hogy az itt látott gyerekek között is lesz olyan, aki majd ilyen magasra viszi, és ő is akár gitárművészé is válhat az ön segítségével. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk ma, és elhozta a tanítványait. Szívesen.